Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki online kormányinfón azt mondta, az országgyűlést kérni fogják, hogy a különleges jogrendet hosszabbítsa meg, mert a kormány ezt csak 15 napra tudja meghosszabbítani saját hatáskörében. A jelenlegi szabályokat ezzel párhuzamosan március egyik további egy hónappal hosszabbítják meg. A kancellária miniszter többször hangsúlyozta, két esetben van esély enyhítésre, ha a járvány terjedése tovább enyhül, vagyis csökken az aktív fertőzöttek száma, illetve ha a kellő számban áll rendelkezésre vakcina. Gulyás Gergely elmondása szerint a vendéglátóhelyek részleges nyitása is akkor lehetséges, csak ha ezt a járvány helyzetindokoltá teszi. Azt is leszögezte, hogy amikor lazítás lesz, elsőként a vendéglátóhelyek fognak kinyitni. Az is elhangzott, hogy a Magyar Falu program keretében további 45 milliárd forintot fordít a kormány a kisboltok támogatására. Szeretnék, ha ezek a szolgáltatások mindenütt elérhetőek lennének. A kormány a lehető legtöbb vakcinát akarja megszerezni. A Pfizer vakcinából eddig világszerte 27 milliót szállítottak ki, ennek majdnem fele az Egyesült Államokba ment. Az EU-ba összesen 8,5 millió vakcina érkezett a Pfizer-től minden olyan oltóanyag beszerzését megvizsgálják, amelyből legalább egy millió adagot már beadtak. A közfoglalkoztatási bérekről is döntött a kormány. Ez szerint 85 ezer és 110 ezer forintra nő a közfoglalkoztatási bér és a garantált közfoglalkoztatási bér.